114, 115, 116. 117 perc. A like nem minden. A Néltányosság politikai elemző központ kutatása. Ezen a címen jelent meg, és erről a kutatásról fogunk beszélgetni Szakács András kutatóval, aki remélhetőleg itt van a telefon másik végén. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én úgy gondoltam, hogy ezt a mai mostani beszélgetést ketté szeretném választani. Mégpedig az egyik, tehát az első részében magáról a kutatásnak a metodikájáról szeretnék érdeklődni, a másik részben pedig az eredményekről, tehát a kutatásnak az eredményeiről, és a kettőt pedig valami lejtős rézsővel majd valahogy áthidaljuk. Úgyhogy az első az az, hogy amennyire én olvastam és értem ezt, ez egy újfajta kutatási módszer. Ugye? Ezt azért jól látom. Igen, ezt abszolút jól látja, ez egy teljesen újfajta kutatási módszer, ez Magyarországon még abszolút nem ismert. Ezt a Méltányosság, illetve a Netical Technologies fejlesztette ki, és ennek a lényege az, hogy megnézzük, hogy az 5.800.000 internetes előfizetéssel bíró személy ma Magyarországon milyen véleményt is alakít ki a különböző politikai szereplőkről, illetve politikai pártokról. Amiket nézünk, azok a magyar nyelvű fő hírportálok, a magyar nyelvű blogok, fórumok, illetve a nyilvános, ez fontos mondani, a nyilvános Facebook posztok, Twitter, illetve Google bejegyzések. Ezt a technológiát, ezt importálta valahonnan a cég, aki ezt egyébként a vizsgálat, vagy kivégzi egyáltalán a vizsgálatot, tehát ennek az elemzését? Ez úgy zajlik, hogy ugye készítettek egy algoritmust, ez ugye nem ismeretlen a marketing szakmából, ugye a Facebook is él az úgynevezett célzott reklámokkal, illetve a Google is csinál célzott reklámokat. Itt mi nem reklámokat, hanem véleményeket nézünk meg a különböző politikai szereplőkről, és ugye ez a cég, a Netical kifejlesztette azt az algoritmus, ami képes begyűjteni az adatokat, illetve különböző pontszámokat, pozitív, negatív pontszámokat rendelni az adott kifejezésekhez, és megnézi azt a rendszer igazából, hogy egy adott pártra a pozitív vagy negatív szavak érkeztek az adott bejegyzésben, és hogy ez egy adathalmaz, és a méltányosság pedig azt vállalta magára, hogy ebből az adathalmazból pedig megnézi azt, hogy mik azok a trendek, illetve mik azok az események, amik befolyásolták a pozitív, illetve a negatív változásokat. Mire számítottak, hogy mi az újdonság, ami mondjuk az eddigi elemző technológiákból nem tudott kijönni, ez pedig mondjuk ad plusz információt? Tehát melyek azok, amelyekre nem láttunk eddig rá? Igen, a két dolog, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy ezzel a technológiával nincs elszigetelt vélemény. Tehát igazából ami a neten megjelenik, mondjuk Facebookon, az egyértelműen mi is látjuk. Tehát nem kell ahhoz beírni egy pártnak egy oldalára, vagy egy nagyobb közösségbe, csak a saját falára is nyíltan kirakja egy adott felhasználó, mi azt is le tudjuk mérni. Tehát nincs elszigetelt vélemény, mindent be tudunk csatornázni. Ez ami nagyon fontos. A másik, hogy mi nem 1000-2000-es mintával dolgozunk, mint a különböző telefonos felmérések, hanem több tízezer találattal rendelkezünk egy-egy ilyen mérés alkalmával, amit havonta végzünk el. És ami talán a legfontosabb, hogyha van egy adott politikai ígéret, vagy egy programpont, amit belőttek épp aktuálisan a közéletbe, akkor mi 24, maximum 48 órával később már látjuk, mert hiszen ez szinte valós idejű követés, hogy hogyan is vélekednek erről az emberek. Ez a technológia, amit így használnak, ez még finomítható? Tehát ez most az első, ugye jól értettem, ez az első kutatás. Nem ez az első kutatás, talán folyamatosan, tehát a rendszer természetesen állandóan fejlődik, fél éve, tehát január-februárban kezdtük el ezzel gondolkozni, kiépíteni a rendszert, és kb. Fél év óta publikáljuk az adatokat, illetve a különböző következtetéseinket, amik ugye a méltányosság.hu-n elolvashatók, ezeket nyilvánosan mindenkinek elérhetővé bocsátjuk, és azt lehet mondani, hogy most már eléggé kiforrott a rendszer. Természetesen egy probléma van, ami szerintem mindenkiben megfogalmazódik, hogy ez az irónia kérdése, hogy azt mennyire lehet tudja kezelni a rendszer. Most ami azt úgy oldottuk meg, hogyha egy adott érték nagyon kifelé megy az átlagból, pozitív vagy negatív irányba, vagy nagyon furcsa szavakat tartalmaz egy bejegyzés, akkor mi arra külön rá tudunk nézni, tehát én meg tudom nézni a rendszerben, hogy mi volt a pontos szöveg, és akkor ugye mint
ember el tudom dönteni, hogy ez irónia volt, és hogyha irónia volt, akkor új számot, vagy törölni is tudom az értékből, és akkor újra tudom generálni az egész statisztikát, úgyhogy ha a gép nem tudja kiszűrni, akkor kiszűri az ember a problémákra. És hát ugye itt mindig a... Bocsánat, rendszükő. Ilyen esetekben ugye, amikor rengeteg adatot kell feldolgozni, és hát azt minősíteni, az, hogy ez egy adott szövegmegjelenés, az milyen pontszámot kap, az változott az elmúlt fél hányad év alatt, ami alatt ezt a metódust kidolgozták? Tehát, hogy itt lehetett ezekkel játszani? Tehát úgy van alapvetően, hogy mínusz 3 és plusz 3 érték között kapnak a szavak, nem szöveg, hanem a szavak értéket, hogy mennyire durva az adott, hogy mennyire pozitív egy kifejezés, és akkor ugye ez a végtelenbe is elmehet, mert az adott bejegyzés ugye összeadódik ezeknek a szavaknak az értékéből, és akkor pozitív-negatív értelemben bármilyen szám kijöhet, de hogy radikalizálódás történt-e, azt én nem gondolom, én nem látom az adatokban, hogy sokkal radikálisabban beszélnének az emberek folyamatában, tehát a kampányban előre haladva, vagy a kampányhoz közeledve, inkább azt lehet mondani, hogy mindig negatív értelemben, és egy-egy ügy mentén, tehát nagyon nagy kilengések vannak néha, ha megnézzük azt, hogy, hogy hányan beszélnek egy adott pártról, tehát hogyha a Fidesz, vagy a Demokratikus Koalíció, vagy a Jobbik belül egy ilyen nagyon-nagyon bulváros témát, ami nagyon-nagyon megpörög az offline, vagy például a tévékben, akkor az biztos, hogy interneten is fog, és akkor egy nagy kiugrás látszódik mondjuk negatív véleményekbe, vagy pozitív véleményekbe, de összességében nem lehet azt mondani, hogy radikalizálódna, csak egy-egy kérdésben radikalizálódik a netes közösség. Az utolsó kérdésem a metodikával kapcsolatosan, hogy ez ad adott esetekben drámai eltérést a mondjuk a más metodikákkal lefolytatott vizsgálatoktól? Tehát, hogy jelenik meg új szempont? Olyan értelemben, tehát ezt igazából mi nem helyettesítésként szálljunk, hanem kiegészítésként a további közvéleménykutatásokat, tehát ebből nem lehet egyértelmű mandátumszámokat számolni. Világos. És arra szálljunk. Igazából azt próbáltuk, és szerintem pont az e-havi mutatja meg a legjobban, hogy megdőlhetnek azok a sztereotípiák, ami például a Jobbikkal kapcsolatos, hogy ők a legerősebbek például a Facebookon, az interneten. Lehet látni, hogy nem, ha nagyon jó kampány üzeneteket lövünk be az internetes térbe, az online-offline térbe, akkor igenis le lehet nyomni ezeket a hagyományos szubkultúrának tekintett pártokat vagy közösségeket, és képes akár egy kisebb párt, akár most a mostani felmérésből a Demokratikus Koalíció is Bajnaiékat és az együtt PM-et is megelőzni, de a Fidesz fölénye egy. Akkor szépen gyakorlatilag automatikusan át is eresztünk a másik témára, konkrétan a kutatás, tehát a mostani kutatásra. Nekem van egy kérdésem, ezt magyarázza már el nekem. Mi a vélemény árfolyam? Tehát milyen értelemben használják önök a vélemény árfolyamot? Igen, a vélemény árfolyam az alapvetően ugye hát szerintem mindenkinek áthalása van, ez a tőzsdéből jött. Azt nézzük meg, hogy az adott, tehát összeadjuk ezeket a pontszámokat napi szinten a különböző bejegyzésekből, és megnézzük azt, hogy a nap végén ez pozitív vagy negatív. És akkor ezek folyamatosan ugye eltérést mutatnak, minden nap összeadódik, és a végén ugye kapunk egy végpontot, ahova lemegy hát most sajnos azt lehet mondani, hogy lemegy ez a grafikon. Igen, én azt néztem, hogy a grafiknak jelentős részénél ugye az árfolyam csökken. Igen. Jó, persze ilyen gazdasági környezetben természetesen érted, hogy a vélemények árfolyama is csökken, de akkor ez azt jelenti, hogy nem tudom én most, mondjuk egy konkrét példát. Mondjuk be például, azt lehet mondani, hogy amikor például a Demokratikus Koalíció újra felvetődött, mint lehetséges partner az MSZP oldalán, akkor ugye az említés szám az egyértelmű, ami megnézzük, hogy hányszor írnak az adott pártról, vagy az adott politikai szereplőről, ugye nagyon megugrott. De ettől valamilyen szinten lehet azt mondani, hogy független, hogy az pozitív vagy negatív a hozzá kapcsolódó kommentelés. Általában azt lehet mondani, hogy ha egy pártnak megugrik akármilyen témában az említés száma, akkor ez a hozzá kapcsolódó vélemények egyre-egyre inkább negatívabbak. Ennek vannak olyan esetei, amikor ez nem igazolódik, de például a Demokratikus Koalíciánál ilyen volt, hogy ott nagyon pozitívan ítélték meg, annak ellenére, hogy nagyon sokszor beszéltek róla. Azonban az MSZP és a Fidesznél mind-mind a bejegyzések egyértelműen negatív irányba mutattak. Melyek voltak a legérdekesebb eredmények, amikre azt mondaná ön is, hogy hát erre nem számítottam?
Az leginkább a Jobbik szerintem az egyik legérdekesebb eredmény, hogy azt lehet mondani, hogy nem egyértelmű a fölénye a különböző közösségi médiákban, illetve az interneten. Igenis, a Orbán Viktor, illetve a Fidesz említés száma messze-messze a legmagasabb, illetve Bajnai Gordoné és az MSZP, ami képes megelőzni. És ami még számomra hát nem volt meglepő, de most már végre van kézzelfogható adatom, hogy ezt alátámadhassam, az, hogy a Facebook, ha a politikáról nyilatkozunk meg az interneten, akkor a Facebookon nyilatkozunk meg politikáról. Ez is teljesen egyértelműen kijött. Őszintén szóval ez engem is meglep. Én azt gondoltam, hogy az emberek Facebookon a legkevésbé akarnak erről beszélni. De hát úgy látszik, hogy igen, most az lenne. Igen. Akkor ez nyilván folytatódik, tehát a nagy közönség figyelemmel kísérleti akkor az önök honlapján. Végül a honlapon következő... folyamatosan meg fogunk jelenni, illetve hát a különböző média platformokon is, hogyha eljutunk ott is, szoktuk ezt bemutatni, ezt a mérést, mert mondom, ha nem is alternatívája, de kiegészítője mindenképpen lehet a közvéleménykutatásoknak. Érdekes volt, én megnéztem egyébként. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra.